Kooperatív képzések és oktatási innováció a szakmai tanárképzésben Kelet-Magyarországon című pályázat szakmai nyitó konferenciáját tartották a Nyíregyházi Egyetemen. Ennek célja a szakmai tanárképzési szakok bemutatása volt. Ez szerint a mérnök tanár szakra gépészmérnök mehatronika szakképzettsége, a közgazdász tanár szakra pedig pénzügyi számviteli képzettsége lehet jelentkezni. Az utóbbi a közgazdász tanárszak egy új képzési lehetőség a Nyíregyházi Egyetemen. 2018. szeptemberétől van lehetőség a képzésnek az elvégzésére. A szak újdonságát az adja, hogy nem csak gazdaságtudományi alapképzettséggel, illetve mesterdiplomával lehet bejönni, hanem bármilyen tanári végzettséggel kvázi másodszakként elvégezhető a közgazdász tanárszak, illetve a mérnök tanár is. A 3 éves pályázat keretein belül a 2 tanárképzési szak mintatantervét újra gondolják és modernizálják az egyetem dolgozói. A KKK, tehát a mintatantervek kidolgozása azért volt szükséges, mert teljesen új kompetencia alapú megközelítés történt, nem csak a közoktatásban, hanem a felsőoktatásban is, és ennek keretében új tantárgyak kidolgozására volt szükség. A 102 millió forintos pályázat a Debreceni és a Miskolci Egyetemmel konzorciumban valósul meg. Kiemelték a projekt kooperatív részét is, amelynek során a lehető legtöbb helyen vállalati szakembereket is bevonnak a leendő tanárok képzésébe. A közgazdász tanár képzés célcsoportjába azok a már valamilyen iskolai végzettséggel rendelkező szakemberek tartoznak, akik a nálunk megszerzett gazdaságtudományos tantárgyak ismeretanyagát, tudásanyagát szeretnék leendő munkahelyükön vagy jelenlegi munkahelyükön a hallgatók felé továbbítani, csatornázni. Mint a tanszék vezetője elmondta, ők magukkal hozzák a képzésbe a már megszerzett tudásokon túl az élettapasztalataikat is. Ezért fontos, hogy az oktatók ne egyszerű hallgatóként tekintsenek rájuk, hanem partnerként kezeljék őket. Ez az egyik kulcsa a sikeres tanárképzésnek.